Mint ismeretes, az elmúlt hetekben egy hatalmas tragédia történt. Kelebián egy postás 41 fokos hőségben hőgutát kapott, rosszul lett, majd meghalt, és sajnos azt látjuk, hogy a posta vezetése döntően azóta sem változtatta meg a stratégiáját erre a helyzetre nézve. Vélhetően ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a hétfői napon Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy a MÁV fizikai dolgozói, tehát akik fizikai munkát végeznek, azok kapnak egyfajta jutalmat, vagy hát elismerést azért, hogy ilyen kemény helyt állnak ebben a forróságban, egyfajta hőségpénzt, ahogy ők nevezték, ezt a 200 ezer forintot a szépkártyájukra fogják utalni. A Mi Hazánk mozgalom természetesen egyetért ezzel az intézkedéssel, azonban felhívjuk a figyelmet rá, hogy például a vasutas szakszervezet kiemelte, hogy persze ők is egyetértenek ezzel, és megérdemlik a vasutasok, de igazságtalannak tartják a tekintetben, hogy például a MÁV Volán csoport leányvállalatainál dolgozók, akik szintén fizikai munkát végeznek, ők nem kaptak, tehát hogy nekik is járna, és ezzel a kiegészítéssel is egyetért a Mi Hazánk mozgalom. Azonban mi tovább is mennénk, mert, és most itt visszakanyarodva megint a postás esetére, hát föltehetjük a kérdést, hogy vajon a postások nem érdemelnék-e meg, hogy valamilyen kompenzációt kapjanak azért, hogy ebben a hőségben tulajdonképpen hősiesen, és lehet mondani túlzás nélkül, hogy akár az életük kockáztatásával is végzik a munkájukat, hát dehogy nem, megérdemelnék ők is, és mi úgy gondoljuk, hogy lenne is forrás. Most éppen a tegnapi nap híre, hogy szinte titokban 100 postát zártak be, és nagyon sok postás megélhetése veszélybe került. Mi ezt teljes mértékben ellenezzük, nem ezt kellene csinálni, mint ahogy meg kellene nézni, hogy a Dunavirág utcában, a Magyar Posta vezérigazgatóságában jó helyre mennek-e azok az éves szinten kifizetett több milliárd forintok, amelyeket prémium címszó alatt osztogatnak egymásnak. Ilyen jól működik a posta, hogy megérdemelnék ezek a vezetők ezt a pénzt? Mi úgy gondoljuk, hogy nem. Tehát fel kellene szabadítani a forrásokat, tehát nem postákat kellene bezárni, hanem béreket kellene emelni, és igenis ezekben az extrém forró napokban valamilyen módon anyagilag is honorálni a postások erőfeszítéseit. De tovább menve úgy gondoljuk, hogy lenne lehetőség valamennyi állami cégnél, hogy valamilyen mértékű összeget a vasutasokhoz hasonlóan tudjanak adni. Gondolunk például az közútkezelő munkásaira, az útépítő munkásokra, de lehetne beszélni akár a tűzoltókról, rengeteg probléma sújtja azt az ágazatot is, azt a munkakört is. Itt is indokolt lenne valamiféle kompenzáción elgondolkozni, de még ezt kiegészíteném azzal, hogy itt Budapesten, a fővárosban, a fővárosi fenntartású cégeknél is lenne erre lehetőség, mi úgy gondoljuk, például akik a parkokat tartják fönt, ők is nagy forróságban dolgoznak, vagy a BKK pályafenntartó munkásai, ők is megsínlik ezt a meleget, de lehet azt is mondani, hogy akár még egy buszsofőr is megsínli, hogyha az adott buszjáraton nincsen klíma, már pedig ugye ilyenekről is hallottunk. Úgyhogy, és még természetesen a felsorolás nem teljes, még lehetne sorolni, például a szemétszállítók, ők is nagyon megszenvedik ezt a meleget, és elnézést kérek, hogyha valakit kihagytam a felsorolásból, szerintünk mindenkinek jár egyfajta kompenzáció ebben a melegben, ha már a MÁV dolgozói egyébként szerintünk teljes joggal és megérdemelten kaptak ilyen támogatást.